Rendőrkézen a köszörűs duó. Késélezés vállalt, közben kifosztotta a nyugdíjasokat az a páros, akiket egy összevont akcióval kaptak el a rendőrök. Az elhurcoltakra emlékeztek. 1950 és 53 között mintegy 10 000 embert kényszerítettek a hortobágyi munkatáborokba. Elektromos rollerek érkezhetnek. A fejlesztésről a következő soros ülésen dönt a közgyűlés. Jó estét kívánok! Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója június 15-én csütörtökön. Jönnek a részletek. 5 nyugdíjast is kifosztott az a két férfi, akiket kedden az M1-es autópálya bábolnai pihenőjében kaptak el a rendőrök. A büntet sorozat Zalaegerszegről indult májusban, amikor a feltételezett tettesek késélezés címén jutottak be egy idősöld lakására, ahol a munkát ugyan elvégezték, de elvitték az áldozat készpénzét és bankkártyáját. Az utolsó akciójuk Sopronban volt, ott hasonló módszerrel 640 000 forintot vittek el gyanútlan szépkorútól. Fontos továbbá, hogyha idegent látnak a lakókörnyezetükben, abban az esetben próbálják meg a személy jellemzőit megfigyelni. A rendőrségi statisztikák szerint ma már nem számít gyakorinak a házalásos lopás, de a rengeteg felhívás ellenére a köszörűs duó az elmúlt hónapokban 5-ször is sikerrel járt. Az ügy részleteit ma azzal a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon ismertették. A nyomozás májusban indult. Bár a feltételezett tettesek igyekeztek váltogatni a helyszíneiket, hiszen Békéscsabán, Pécsett és Zalaegerszegen is ezzel a módszerrel törtek be, de a rendőrök eszén így sem tudtak túljárni. Az összefogott nyomozás eredményeként kedden, egy órával a soproni rablásuk után elkapták a 44 éves B. Lászlót és a 38 éves R. Mihályt. Az elkövetők a használt személygépkocsit ellenőrzés alá vonták, majd az aznap Sopronból eltűnított 640 000 forint készpénzt megtalálták, lefoglalták, így az ekkor intézkedés alá vont 4 személyt előállították először Komárom kapitányságra, majd zalaegerszegi rendőrkapitányságra. Az adatok alapján 2 férfi őrizetbevételére került sor, jelenleg összesen 5 rendbeli kifosztásbüntette elkövetése miatt. További 1 nő, illetve 1 férfi gyanúsított került kihallgatásra egy rendbeli kifosztásbüntette elkövetése miatt. Ahogy azt ma Tóth László bűnmegelőzési alosztályvezető hangsúlyozta, azzal a Vármegyei Rendőrfőkapitányság már 2015 óta működtet egy programot, amelyben a hasonló esetek megelőzését segítik az egyedül élők számára. A szakember szerint olyan alapvető megoldások is sokat segíthetnek, mint hogy a bejárati ajtót rendszeresen bezárjuk. Arra is nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy ma már a házaló tevékenység nem annyira divat, és legyen mindig gyanús, ha valaki valamit a lakásunkban akar eladni. Az is fontos, hogyha ráellenőrzünk az információkra, ha például családtagunk rosszul létére hivatkoznak, akkor hívjuk vissza azt a családtagunkat, akire hivatkoznak. Az is nagyon fontos, hogy mindig figyeljünk oda értékeinkre, tudjuk, hogy hol tartjuk őket. Idén nem ez volt az első olyan ügye a megyeszékhelyi rendőröknek, amikor egy országos összefogásnak köszönhetően kerültek őrizetbe a gyanúsítottak. Februárban ezzel a módszerrel 26 embert állítottak elő, akik érintve voltak a zalai kábítószerkereskedelemben. Közösségi elektromos roller kölcsönző rendszer létesül Nagykanizsán, ha megszavazzák a következő közgyűlésen a képviselők. Amennyiben létrejön a fejlesztés, a kétkereki járműveket a Bird amerikai vállalkozás telepíti városunkba. A 2017-ben alapított cég a világ számos országában épített már ki kölcsönző rendszert. Magyarországon a főváros mellett eddig Zalaegerszegen és Dunaújvárosban van lehetőség elektromos rollerek kölcsönzésére. A tapasztalatok mindkét városban pozitívak. Le kell szögezni, hogy ezt nem a város fizeti, ezt nem a város telepíti, hanem a város csak a helyet adja hozzá. Egy profitorientált cég, aki ezzel foglalkozik, nemzetközi hírű cég jönnek Kanizsára, mi a helyet biztosítjuk, illetve ez a cég bérleti díjat is fizet ezekért a helyekért, amit mi kiadunk neki, hogy tulajdonképpen a városnak bevétele van ebből a tevékenységből. A szakemberek mintegy 50 kölcsönzőpont kialakításán dolgoznak, egy részük a korábbi Kanizsa Bike dokkolópontjainak helyén létesül. Ezeket a helyszíneket igyekeznek úgy kijelölni, hogy a város valamennyi részét lefedjék.
A rollerek használatához egy telefonos alkalmazás szükséges, amellyel fizetni tudnak a felhasználók. Ez az applikáció gyakorlatilag lehetetlenné teszi a visszaéléseket, lopásokat. Ennek a cégnek a mobiltelefonos applikációját kell letölteni majd, és ezen keresztül tudnak fizetni érte, használat arányosan a felhasználók, tehát amennyit használják, amennyit mennek vele, perc, illetve távolság alapon lehet ezekre tulajdonképpen fizetni, és ha valaki rövid távon megy, akkor kevesebbet, ha hosszabb távon megy vele, akkor nyilván többet fog érte fizetni. Az a lényeg, hogy adott ponton veheti csak fel, és adott ponton teheti le. Amennyiben a képviselők igennel szavaznak a kölcsönzési rendszer kialakításáról, a szolgáltatást már júliusban bevezetik városunkban. A témával bővebben foglalkozunk mai Napi Kanizsa című műsorunkban. 1950 és 53 között mindegy 10 000 embert hurcoltak el otthonukból a hortobágyi kényszermunkatáborok valamelyikébe. Nagy Kanizsáról is indultak vagonok. Családokat téptek ki indok és bírósági ítélet nélkül. Emléküknek adóznak minden évben az érintettek, az önkormányzat képviselői a kanizsai peronon. Így volt ez ma is. A tragédiát átélők és túlélők, valamint a leszármazottaik, rokonaik minden évben összegyűlnek a nagykanizsai vasútállomáson, ahol márványtábla emlékeztet az 50-es években történtekre. A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak egyesületének nagykanizsai tagjai rendszeresen elzarándokolnak a Hortobágyon található emlékműhöz. Tudom azt, hogy van transzgenerációs hatás, hetediziglen is akár, úgyhogy emlékeznünk kell ott is, országosan is, és itt is Kanizsán, mert több mint 10 000 embert annak idején elhurcoltak, és Kanizsáról, és Kanizsa környékéről, tágabb környékéről 1-2 000 embert. De vagyunk, és épp ezért kötelességünk, hogy szóljunk. Az átélt borzalmakat és az emlékezés fontosságát többen az irodalom segítségével örökítették meg az utókor számára. Ne feledjük ezeket a neveket, és fohászkodva mondjuk együtt imánkat. Árkus, Borsós, Borzas, emlékezzünk. Fohászkodunk és emlékezünk. Nagyszüleinkre, a legöregebbekre, kik közül sokan haltak meg itten, nyomorultan a pusztai rabságban. A vérzivataros II. Világháború már az utolsó hónapjait töltötte a Kárpát-medencében, amikor a Vörös Hadsereget szorosan követve megjelent országunkban egy új erő. Egy új erő, ami baloldalinak, kommunistának hirdette magát, hangsúlyozta beszédében Cseresnyi Péter, a térség országgyűlési képviselője. Jött ez az új erő, ami azt mondta, hogy azok az emberek, akik eddig megfogadták a költő intelmét, has, alkos, gyarapics, tehát másképp gondolkodnak, mint mi, mondták a kommunisták, akik az új erő vagyunk, tehát azért, mert másképp gondolkoznak, mint mi kommunisták, nem méltóak arra, hogy a munkájuk gyümölcsét és az emberek tiszteletét élvezzék. Zalában 370 családot, csaknem 1400 embert hurcoltak el kényszer munkára a Hortobágyra. 102 megyei településről, köztük Nagykanizsáról becsületes gazdákat, tehetséges iparosokat, hivatalnokokat, vezető embereket. Teljes jogfosztás, rabszolgamunka és lágerkörülmények várták őket, tette hozzá a politikus. A ma délelőtti megemlékezés végén civil és politikai szervezetek helyezték el koszorúikat az 50-es évek tragédiáját őrző márványtáblánál a kanizsai peronon. Jó tanácsok tapasztalt helyi vállalkozóktól az önfoglalkoztatás útjára lépőknek címmel rendezett ma az Anosztru Országos Egyesület foglalkoztatási programot. A résztvevők több előadást hallhattak a témában, valamint személyes konzultációra is volt lehetőség. A vállalkozóvá válást volt hivatott támogatni a mai rendezvény. A programon elméleti és gyakorlati síkon egyaránt segítséget, információt kaptak a résztvevők. Azért tartottuk fontosnak, hogy elméleti síkon is legyen valaki, mert az adózás és egyéb más bürokratikus rendszert ismerni kell, hogy mi vár rájuk abban az esetben, hogyha vállalkozóvá válást azt mondják, hogy elindítják.
vagy éppen a gyakorlatban olyan gyakorlati szakembereket hívtunk, akik már sikeres vállalkozók, tehát akik ebből élnek, családjuk ebből él, és azt is fontosnak tartottuk, hogy ő hogy kezdte el, tehát egy gyakorlati szemmel bemutatja azt, hogy hogy kezdte el, és most hol tart. A foglalkoztatási paktum létrejötte egy sikeres pályázatnak köszönhető. Az első része 2018-2019-ben zajlott, majd lezárult a paktum 2 is, amihez 2022-ben plusz forrást kapott Nagykanizsa, mintegy 100 millió forintot. Cirákiné Pakulár Judit, a Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője a mai rendezvényen a következő fél évben megvalósuló projektelemeket ismertette. Maga a pénznek a pályáztatása, kiosztása az a kormányhivatal kezében van, ők koordinálják, tehát a munkahogyi központnál lehet jelentkezni, és a nagy része, ennek a 100 millió forintnak a nagy része, az bér és egyéb foglalkoztatási támogatásokra fog kerülni. Egy nagyon kicsi része pedig ilyen foglalkoztatási rendezvényekre, amiből ez most az első, ebben az utolsó szakaszban, illetve lesz majd még egy. A következő hasonló rendezvényen szintén a pozitív vállalkozói tapasztalatok lesznek terítéken. Mint azt Cirákiné Pakulár Judit elmondta, a célcsoportot, tehát a nehéz helyzetben lévőket és a fiatalokat igyekeznek inspirálni a vállalkozóvá válásra. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Fontos a bőrvédelem? Jön a kánikula, akár 5 perc alatt is leéghetünk. A Csippel hazakerül, még mindig számos kutya jut a speciális vonalkód nélkül a menhelyre. A csipkeverő és mézeskalács szakkör munkáiból nyílt kiállítás a nagyrécsei Inkei kastélyban. A csoportok munkáját a Nemzeti Művelődési Intézet pályázata támogatta, a tagokat egy mentor is segítette a foglalkozásokon. A 2020-as koronavírus járvány világszerte szétfoszlatta, sok esetben tönkretette a közösségeket. Az emberi kapcsolatok megszilárdításának és a művészetek népszerűsítésének érdekében hozta létre a programot az intézet, ami már számos településen nagy sikert aratott. Ez most már a második alkalom volt, amikor az őszbeálltával országosan minden közművelődési intézmény és közösségi szintér, tehát a települések 2, illetve 4 és 5 szakkörre nyújthatták be a pályázatukat. A szakkörök mindig változnak, az idei évben plusz 3 szakkört tudtunk ajánlani a kedves résztvevőknek, így most már elértük a 18 szakkört. Nagyrécsén a mézes kalács készítését és a csipkeverést választották a résztvevők, akik az alkotás mellett igazi közösségteremtő élményként élték meg a foglalkozásokat. Nagyon nagy szeretettel jöttek, és próbálták mindent. A videóról kellett ugye megtanulnunk elsősorban, hogy minden alkalommal volt egy videó, amiről nézték, hogy mit kell csinálni, de volt mentor segítség is. A csipkeverésre Zalaegerszegről küldtek mentort. Ő neki nagy dolga volt benne, mert vagy nagy része volt benne, mert a csipkeverés egy kicsit nehezen indult, de aztán közben a hölgyek, akik készítették, azért nagy-nagy nehézségek árán, de rájöttek, úgyhogy ott nagyon kellett a mentori segítség, viszont a mézes kalács készítésnél ugye őt nem is kértünk mentort, mert Nagyrécsén igazából 2 mézes kalács készítőnk is van, egy a mézes anyuka, meg a mézes csillag. Laskai Béla polgármester elmondta, Nagyrécsén fontosnak tartják a hasonló programokat, hiszen ezek egyre jobban kezdenek kiveszni a mai modern világból. Azért jó, mert összejönnek, beszélgetnek egymással, a kreativitásuk szinte szárnyal, tehát ez nagyon-nagyon jó látni a munkájuknak az eredményét és gyümölcsét, és tényleg nagyon szép dolgokat kreáltak vagy alkottak a hölgyek, és hát ez egy nagyon erős közösség formáló erő az ilyen szakkörök, 5-6-10 fő összejön, és azért a mai időkben azért ez egy nagy kincs számunkra, hogy így egymással így el tudnak beszélni, és közösen alkotnak. A kiállításon a helyi népdalkör tagjai szórakoztatták fellépésükkel az érdeklődőket. Akár 5 perc alatt leéghetünk, így a fokozatosságra int a napozás terén a megkérdezett bőrgyógyász.
A szakember szerint fontos védekezni az UV-sugarak ellen, hiszen számos káros hatásuk lehet. Így kiemelten kell kezelni a bőrvédelmet. A világos bőrűeknek ajánlott az 50 faktoros naptejet használni, ha szabadban tartózkodnak. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években jelentősen megemelkedett a bőrdaganatoknak a száma, amik azonban eltávolításuk után különösebb problémát nem okoznak. Az UV-sugárzás állandóan jelen van a felhőkön és az üvegen keresztül is ér bennünket. Ezt most már régóta mindenki tudja, hogy a napozással nagyon óvatosan kell bánni, a fokozatosság, és nem pedig a hirtelen napozásra kell koncentrálni, hogy rögtön szép barnák legyünk. A napozásnak tehát vannak előnyei, hátrányai. Igazából az UVB-sugárzással összefüggésben jelentkeznek azok a veszélyek, amik mindenki számára fontosak, és meghatározzák, hogy hogyan és mikor napozzunk. Jövő héten várhatóan megérkezik 2023 első kánikulája. A nagy melegben délelőtt 10 és 15 óra között nem szabad a napon tartózkodni. Ha mégis kint kell lennünk, fontos a napvédő krémek használata. A főszabály az, hogy a világos bőrűeknek az 50-es fényvédő faktorú kenőcsök, fényvédők nem csak kenőcs, hanem különböző kiszerelési formában már kaphatók, ezeket kell használni, illetve a 3-as, 4-es bőrtípusba tartozók inkább a 30-as faktorú fényvédelmet. A gyerekeknek a fényvédelme az egy külön téma, hiszen kicsi gyerekekről is szó lehet, tehát életkor szerint még a kis apróba, a 2 éve alattiak inkább fizikai fényvédelem van, és a nagyobbaknál, felnőtteknél pedig kémiai fényvédelem. Búzás Judit felhívja a figyelmet arra, hogy a bőrünk mellett a szemünk védelmére is fokozottan figyeljünk oda, és ne csak a napos időszakokban. A témával bővebben Testtrend magazin műsorunkban foglalkozunk. Májusban 25 kutya érkezett a kanizsai menhelyre. A csippel rendelkező elkóborolt állatok 90%-ának napokon belül megtalálják a gazdáját az állatvédő szervezetek. Varga Károlyné, az Élettér Állat és Természetvédő Egyesület elnöke kiemelte, azoknak a kutyáknak, amelyeket nem láttak el a kötelező csippel, jóval kevesebb esélyük van visszakerülni korábbi tulajdonosukhoz. 2010 óta kötelező csippel ellátni a kutyákat, és 2013 óta pedig az állatorvosok ellenőrzik is a speciális vonalkód adatait a Magyar Állatorvosi Kamara rendszerében. A menhelyre bekerülő kutyák egy része mégsem rendelkezik csippel. Varga Károlyné elmondta, a gazdák a büntetés kockáztatása mellett ezzel az állatvédő szervezetek munkáját is hátráltatják, mert így jóval nehezen megkeresni az elkóborolt állat gazdáját. Ő szerintük ez csak a lehúzás miatt van, meg majd most akarta pont, meg később, meg mit, és akkor van, hogy felnőtt kutyák is nincsenek csippelve, bekerülnek, ugyan jön a gazdája esetleg, vagy megtaláljuk, de hát, és akkor megmagyarázza, hogy miért nem lett a kutya csippelve. Tehát ez a kutya szempontjából rossz, mert tovább van a menhelyen, mi szempontunkból is rossz, mert nyomozgatunk itt feleslegesen, pedig hát a rendben lenne a csipp, akkor sícsúgyra meg lehetne találni a gazdákat. A menhelyre bekerülő ebek egy részét a korábbi tulajdonos vagy az elhalálozott gazda családtagjai viszik a telephelyre. Az, hogy ezek az állatok új gazdára találjanak, függ az életkoruktól, fajtájuktól és neveltetésüktől. Varga Károlyné emiatt hangsúlyozza, az örökbefogadónál is fontos az életszakasz, a lakhatási körülmény és a 4 lábúakkal való tapasztalat. Nagyon sok esetben a leadott kutyák, ezek ilyen antiszociális kutyák. Tehát azért is adják oda, mert úgy gondolták, hogy majd ő nekik ott jó lesz, meg majd megnevelik. Aztán rájöttek, hogy nem olyan egyszerű egy kutyát megnevelni, meg rendesen viselkedésre tanítani. Esetleg nagyon szökős, vagy nem tudom, megfogta a tyúkokat, vagy valami, és akkor ez attól függ, hogy ki milyen kutyát keres. Most például, aki lakásba való kutyát keres, az ugye nyilván nem viszi el a nagy termetű kutyát. A kanizsai menhely az általuk befogadott kutyákról és macskákról folyamatosan információt ad a Facebookon. Amennyiben nem jelentkeznek egy elkóborolt állatért, akkor igyekeznek új gazdát keresni számára. A témával kibővített formában foglalkozunk későbbi Állattár című magazin műsorunkban. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Rendőr kézen a köszörűs duó. Kísérlezés vállalt, közben kifosztotta a nyugdíjasokat az a páros, akiket egy összevont akcióval kaptak el a rendőrök. Az elhurcoltakra emlékeztek.
1950 és 53 között mintegy 10 000 embert kényszerítettek a hortobágyi munkatáborokba. Elektromos rollerek érkezhetnek. A fejlesztésről a következő soros ülésen dönt a közgyűlés. Ez volt a Kanizsa TV híradója június 15-én, csütörtökön. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a családias. A 7 órás híradónkat követően pedig a kibeszélő legutóbbi adását láthatják. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!